A jövő heti együttes frakcióülésen alakítja ki álláspontját a bizalmatlansági indítványról az RMDS. Ezt Kelemen Hunor nyilatkozta híradónknak. A szövetségi elnök szerint azonban a matematikai tényállás azt mutatja, az ellenzéknek az RMDS-szel együtt sincs meg az elegendő szavazata a kormány lecseréléséhez. A szövetség két megközelítést mindenképp figyelembe vesz döntésének meghozatalakor a bizalmatlansági indítvány kapcsán, mondja Kelemen Hunor szövetségi elnök. Egyrészt a kormánykoalíciónak önmagában többsége van a parlament két házában, és 233 szavazat kell ahhoz, hogy azt le lehessen cserélni. A jelenlegi állás szerint az ellenzéknek még 52-53 szavazatra van szüksége egy kormánybuktatáshoz. Amennyiben a szövetség támogatná 30 képviselőjével és szenátorával az indítványt, akkor is további 22-23 szavazatra lenne szükség. Másrészt pedig... Hogyha valóban kormányozni akar az ellenzék, akkor azokra a kérdésekre, amelyeket mi folyamatosan fölteszünk, előbb-utóbb válaszolnia kell. Nem azért, hogy nekünk választ adjon arra a kérdésre, hogy ki lesz a miniszterelnök, kik lesznek a miniszterek, milyen kormányprogram lesz, hanem azért, mert a polgárok előtt egy ilyen helyzetben el kell tudni mondani, hogy mit akarnak tenni, és kivel akarják tenni azt, amit tenni szeretnének az országról, az országgal, a társadalommal. Erre nincs válaszuk. Hozzátette, a héten Ludovik Orbán pénéli elnök kivételével ellenzéki vezetőkkel tárgyalt, de egyik találkozón sem kapott választ arra, hogy melyek a tervek az ország jövőjét illetően. Úgy véli, az ellenzék nem kíván kormányozni, mindössze a jelenlegi kabinet ellenőrzésével és bírálatával akarnak élni.